Jó estét kívánok, sziasztok, tisztelettel, szeretettel köszöntök, köszöntünk mindenkit innen Budapestről, egészen pontosan Zuglóból, és mint tudjátok, hétfőn, kevesebb mint 36 óra múlva be kell vonulnom a csillagbörtönbe, ahol ugye voltam már egyszer, de akkor joghallgatóként és börtönlátogatáson, most meg szabálysértési elzárásra kell 8 napra beköltöznöm, és hát úgy gondoltam, hogy előtte azért csak tapasztalatgyűjtésre, meg főleg tanácskérésre eljövök valakihez, aki illetékes, és hát kihez jönnék, kihez a máshoz, mint Tasnádi Péterhez, aki talán a legtöbbet tud, nem csak a csillagbörtönről, hanem úgy egyáltalán a magyarországi börtönviszonyokról, úgyhogy itt vagyunk szombat este, Tasnádi Péternél, szerintem neki, vagy őt nem kell senkinek külön bemutatnom, és hát kérdezlek Péter, hogy mit tanácsolsz így másfél nappal a bevonulás előtt? Hát én azt tanácsolom, hogy ne vonulj be, de nagyon szeretem börtönbe járni, és úgy látom, hogy most már függőségtél ez a 7,5 hónap alatt. Én ha tehetem volna, vagy ha nekem lenne egy hasonló történetem, biztos kifizetem, ugye egy pénzbírságról van szó, amit vagy elfelejtettél, vagy később fizet, vagy nem fizettél be valamilyen oknál fogva, de ha mégis bevonulsz, nyilván egy ilyen 8 napos időtartam alatt nem fog semmi különös történni, hát hiszen civil ruhában maradsz, nem fognak beöltöztetni, hasonló emberekkel leszel együtt, akik nem fizettek be valamit, és ott megtapasztalhatod újra azt, hogy milyenek a börtönviszonyok, de én nem voltam a csillagban, tehát én nem tudok erről beszélni. Voltam 9 börtönben, különböző körülmények között, semmiképpen nem jó. Ennyi időre sem? Tehát, hogy az azért kérdezik, hogy nekem van tapasztalatom a 225 napommal, bár ez eltöpül a tiéd mellett, és valóban igazad is lenne, ezt mondják a többiek is, hogy 40 ezer forintért 8 napot elveszíteni az ember életéből, ráadásul, hogy milyen helyen, azt nem, de ha ehhez hozzátesszük azt, hogy ezt úgy hozták ki ezt a szabálysértési ügyet, hogy én közben a börtönben ültem, meg se hallgattak, az ügyvédem nem tudott ott lenni, utána úgy változtatják át ezt egyébként elzárásra, hogy meg se hallgat a bíróság se, tehát tárgyalás nélkül, és aztán kiderül, hogy az egésznek egyáltalán még a jogalapja is kérdéses, az egyébként egy érvénytelen műszakival rendelkező autó vezetésről szól a maga az alapügy. Szóval ilyenkor az embernek az igazságérzete legalább annyira erős, és nyilván nem a 40 ezer forinton múlik, hanem azon, hogy azért ne, válaszol a kifejezésére, de ne micsodálja meg senki, de azért ne lehessen már bármit megcsinálni. És ugye amikor én kijöttem a börtönből, akkor az egyik első útam egyébként, ezt ugye tudják szerintem a nézők, hogy a Péterhez vezetett, és akkor azért jöttem, mert akkor is tanácsot kértem, csak a tanács lényege az volt, hogy lehet visszailleszkedni a társadalomban. Aztán most eltelt majd nagyjából fél év, Péter segítségével is, nyilván a szeretteim közreműködésével, meg egy csomó követőm segítségével, azt gondolom, hogy kialakult, visszaalakult egyfajta normálisabb életem, és lehet attól tartani, szerinted, hogy most az ember azért, mert bemegy 8 napra, attól meg előjönnek ezek a régi dolgok? Most nyilván, hogy az emlékek megint felszínre fognak törni, nem olyan erővel, meg most azért tudod azt, hogy 8 napról van szó, amikor előzetes letartóztatásban voltál, az a legrosszabb, mert bizonytalan, nem tudod, hogy 5 hónap, 1 év, 2 év, szóval fogalmat sincs. És akkor mondtad, hogy igazságérzetet. Hát az a baj, hogy ezt sokszor elmondtam már, Magyarországon az igazságot megtalálni a bíróságon szinte lehetetlen. Ez függ attól, hogy milyen ügyről van szó, függ attól, hogy ki az, akiről szó van, tehát a vádlott, ugye jelen esetben a te személyed, vagy például korábban az én személyem, az ügyvédek azt mondják, például nálam, hogyha én kerülök bármilyen ügybe a bíróság látókörében, akkor az már egy BTK-tól teljesen független, Tasnádi Péterre kialakult büntető törvénykönyv, és úgy gondolom, hogy ebben a vonatkozásban, ha nem is annyira, mint az én esetemben, de azért már nálad is ez érezhető, hogy Szabó Bálint nem a kedvence a jelenlegi
hatalomnak, és hát így az igazságszolgáltatásnak sem, aki illetve a mindenkori hatalomnak a kinyújtott jogkeze, és az alapján próbálnak majd visszaállítani, vagy visszalökni a sorban. Az ilyen ember, mint te, aki kilóg, az bajt okoz, attól fél minden társadalom, forradalmárok, és a forradalmak vezetői ilyenek voltak, nem tudták elfogadni az általános jogszabályokat, rendszabályokat, és lázították a népet. Most akármilyen jó cél érdekében is szólalsz föl, mert látom azért a videóidban, hogy jó dolgokat csinálsz, és mindig jó célok érdekében szólalsz meg. Nem szereti a hatalom, hogyha vele szemben áll föl az ember. Na, azt hadd kérdezzem meg, Péter, te most már voltál 70, ugye? Na, most már 74, igen. Amikor először hosszabb időre kivontak téged a forgalomból, aminek kapcsán ugye megszületett a... Igen. Hány száz nap a Fidesz börtönében? 983. Tehát 983 nap a Fidesz börtönében. Tehát ezzel kezdődött a történet. Igen. De akkor voltál valahol, és volt egy egzisztenciád, egy életed, egy társadalmi elismertséged, megbesültséged. Amit elvett. Innen lezuhansz a semmibe, igen, elvesznek mindent, és utána te ezt újra fölépítetted valamilyen szintig, hiszen most is arról van szó, hogy több ezer, több tízezer néznek téged, a most megjelenő könyvedet egyfolytában vásárolgatják az emberek, és hívnak ide és oda és oda is, tehát hogy mégiscsak sikerült valamit fölépítened, és azt is érzékelted, hogy ahogy épültél fölfele, megint jöttek a támadások, és minden áron vissza akartak nyomni. És benned is benned volt, nem? Hogy nem hagyod magad. Igen, bennem volt, és bennem is van. De nem tudsz nyerni a hatalommal szemben, ez biztos. Rossz kimondanom ezt, és mivel hogy én egész életemben harcoltam, sose fogsz visszakerülni, illetve azt nem tudom, hogy te, de én már sose fogok visszakerülni arra a szintre, ahonnan lerántottak, lehúztak, és bármit mondasz, az emberek tele vannak előítéletekkel, nem érdekli őket a valóság, az igazság, elfogadják a híreket, elfogadják ezeket a rendőrségi híreket, ami egyébként tele van hazugsággal és csúsztatással, és úgy gondolják, hogy azon az oldalon állnak a jó emberek, és akiket kritizálnak, vagy eljárás alá vannak, azok a rossz emberek. Számtalan szó bebizonyosodott, rengeteg rendőr van a börtönökben, rendőrtisztek, és közel sem annyi, amennyi van valójában, akik bűncselekményt követtek el, de magasabb szinten is lehet találkozni ügyészekkel, büntetőbírókkal, mint elítéltekkel. De az nagyon-nagyon nehéz, amikor egy ilyen magas beosztású emberrel szemben folytatnak eljárást, mert azért úgy vannak vele, hogy nem harapunk bele a saját hogy kölykünkbe. Csak hogy nagyon nehéz azért azzal szembesülni, hogy amit a Hoffi úgy fogalmazott meg, hogy az igazságból elvezett az I, és hogy amit édesapám mondott, hogy itt most már nem igazság, hanem gazságszolgáltatás van sok esetben, és amikor pontosan tudod, hogy te valamit nem követtél el, pontosan tudod, hogy egy koncepciós eljárásnak a része vagy, ahol először elvisznek, sajtóval keresztül futatják, hogy vezetőszáron visznek el a kommandósok segítségével, majd ehhez a képhez, ehhez a videóhoz kell gyártani egy sztorit, és kell gyártani egy olyan büntető eljárást, amelynek a végén majd vagy elítélnek, vagy nem. Hát én ezt számtalan szóval mondtam, és a könyveimben is leírtam, az általában úgy néz ki, hogy a gombhoz varják a kabátot, összegerebéznek mindenféle szemetet, és kiválasszák azt, amivel téged terhelni lehet. Ami pedig mentesít, azt meg nem veszik figyelembe. Tehát teljesen igazságtalan és teljesen elfogult. Nagyon ritkán tetten érhető, de még akkor is, ha tetten éred, akkor sem nagyon tudsz mit kezdeni. Engem
naponta keresnek meg emberek az igazságszolgáltatásban elkövetett hiányosságokkal, hogy mit lehet tenni, hogy az ügyészség, a rendőrség, a bíróság milyen törvénytelen dolgot cselekedett velük szemben. És a legbosszantóbb az például, hogyha a bíróságra például, csak mondok egy példát, ha 8 napos határidőd van, hogy fellebbezz valamire, és az 9. nap adod be, akkor elvesztetted ezt a jogodat, viszont a bíróság meg akárhány napot is késett, vagy akár hetet, hónapot a válaszadással, semmilyen retorziója nincs. Hát akkor összefoglalva igazából azt mondod, hogy ha el tudom kerülni, akkor kerüljem el. Mindenképpen. És ne csináljak ebből érzelmi kérdést, és ne érezzem úgy, hogy az igazságért bármit. Hát megkérdezted egyszer tőlem, hogy van-e ennél lejjebb, szerintem. Ahol én akkor voltam. Hát igen, és én azt mondtam akkor, hogy van. És mindennél van lejjebb, és mindennél van rosszabb. Az a 7,5 hónap, amit leüttél, az biztos nagyon rossz volt, de ha addig húzogatod az oroszlánnak a bajszát, míg vagy kitalálnak valami más történetet, és a 7,5 hónapból rögtön lesz majd 2 év, 3 év, és utána egyszerűen bűnözővé fognak avanzsálni, és ettől nem fogsz tudni megszabadulni. Most még nem úgy néznek rád az emberek, hogy bűnöző vagy, hanem úgy néznek rád, bocsánat a kifejezésre, hogy egy ilyen őrült, aki őrült dolgokat cselekszik, de a Hamletben volt egyébként ez, hogy mondták, hogy őrült, de van benne rendszer. Igen, van benne rendszer. Én az, tényleg befejezésképpen csak annyit, hogy én kívánom azt, hogy ezt sérülésmentesen úszd meg. Ha lehet, akkor old meg és fizess be ezt a pénzbírságot, és minél előbb gyere ki, mert az nem a te környezeted, nem a te világod. És ugye én figyelem a kísérem az oldaladat, a tevékenységedet, és nagyon drukkolok, hogy sikereket érjél el politikai karrieredben, mert ugye most az is siker, hogy a szegedi önkormányzat kénytelen volt visszavenni, és ugye most képviselő vagy, és aztán tudom, hogy nagy terveid vannak, és azt javaslom minden embernek, aki engem néz, vagy a Bálintot, hogy osszátok meg, hogy minél többen lássák, hallják, hogy van egy olyan ember, aki mindent feláldoz az igazság érdekében, és az a ti érdeketek is. És szavazzatok rá, ha majd eljön az idő. Köszönjük szépen. Hát nincs mit, köszönjük. Szép napot mindenkinek.